Köszöntöm Önöket, ez már a Weekend második része, a tőlem balra, önöknek jobbra látható fiatal emberek, illetve bocsánat, most a Koppány látszódik, ahogy így látom, tehát Koppányt már bemutatok a Weekend első részében, viszont a jobbomon található csapatot még kicsit háttérbe szorítottuk, és még mielőtt megmutatnánk, hogy mit tudnak a fiúk és a robotok, Ági nénivel azért gyorsan összegezzük, hogy miről van szó. Robotika, robotintelligencia, illetve az a fő téma most, hogy a fiatalok készülnek egy megmérettetésre, mikor, hol? Lipcsében lesz 2016. június 30-ától július 4-éig ez a Robocup Junior verseny, párhuzamosan a felnőttek versenyével, ezért nagyon hasznos dolog, mert majd át tudnak menni, megnézni az egyetemistáknak, mérnököknek a nagyobb robot ugyanezekben a témákban. Hát meg most ez azért ugye... is jó, mert ugye felfedezhetnek titeket, tényleg azt nézik, hogy mondjuk Benni vagy Jani mennyire, János mennyire aktív, mennyire ügyes, akkor azt mondják, hogy hó, ez a két fiatalember nekünk kell. Nekünk kell most a két fiatalember, mert hogy, mit mutatnak? Bemutatják a robot foci versenyszámot, és akkor te, Benni, el tudod mondani, hogy mi is ennek a lényege ennek a versenyszámnak. Nyugodtan, mikrofon van nálad, úgyhogy közel a mikrofon. Először is, hát van egy ilyen 120-180-as focipálya, aminek zöld az egésznek a színe, és két kapura játszik a két csapat. Látszik, hát nincsen, két kapu van, hát az egyik egy elhúzni. Sárga, a másik egy kék kapu. És két csapat van, az egyikben, meg a másikban is kettő, az egyik egy kapus, a másik pedig egy támadó. Igazából még NXT-ből építjük, Legónak a Mindstorms NXT-jéből, de én már elkezdtem a Tetrix-nek, ami fém alkatrészéből készül, és erősen motorokkal, és azt szeretném már a világbajnokságra majd azzal szeretnék szerepelni. Szerintem a nézőknek és nekem is a fele kínai volt, de nézzük, hogy mit tudnak, mert sürget minket az idő. Akkor van ez a két robot. Igen. Szerintem gyere inkább erre az oldalra, és akkor nem vagy hátal a kamerának. Igen, egy tollal indítjuk be. Infravörös sugarat ad ki magából, amit a robotokon lévő szenzorok, mint például itt van az ütő, és e fölött van a szenzor, az érzékeli a labdát, és ha beindítjuk a robotokat, mikrofonra figyelj közben, beindítjuk a robotokat, akkor elkezdik követni ezt a labdát, és az a lényeg, hogy beüssék az ellenfélnek a kapujába. Koppány, te kinek szurkolsz, a bal oldalinak, vagy a jobb oldalinak? Hát most jelenleg nincsen kapu. Oké. Mi hát... a Janiénak szurkolunk, Jánosénak. Hát, Benni. Vigyed a labdát, akkor... Fog meg a labdát, és odaarré. Igazából ennyi. Így követik egymást. Hát ez azért szokott egy kis box is benne lenni. Igen. Akkor ezért mondod, hogy most már fém robotokat szeretnél, értem én. És az ennek az egésznek a lényege, hogy vannak a felső szenzorok, amik arra szolgálnak, hogy ne rúgják be a saját kapujukba a labdát, és ne legyen öngól, de például... De én amúgy azt látom az időszűke miatt, hogy amúgy a humanoid robotnak is próbálják oda dobni, úgyhogy arra kérlek titeket, hogy állítsátok le ezeket a haragos kis mérges, hol micsoda csend van itt a stúdióban. Benedektől meg Bennitől átkérjük a mikrofont, hiszen van nekünk egy fiatal emberünk. Szia, téged hogy hívnak? Bence vagyok. Bence, szia. A te egyik remeked ez a humanoid robot, hát, ugye? Hát nem igazán az én érdemet, igazából ezt tanárnő programozta főleg. Így van, de mi lesz a szerepe, és milyen versenyszámban vagy te a kapitány, azt mondd el, hát légy szíves. Tánc, vagyis most már színpadliga kapitánya vagyok, és ennek ez talán az egyik legszabadabb versenyszám mindközül, hisz itt nincs semmi kötöttség, csak egy jelenetet kell előadni, ami is szórakoztatja a közönséget, és ilyesmi. Valamint itt szerepet kapnak az emberi szereplők is, ahogy láthatók ezek a kellékek, ezt a... Hát ha tudtam volna, felveszem. Hát igen, kinek lesz majd ez, milyen ez, szereplőnek a szerepet, jaj, mondjad? Hát ez nagyon csinos. Hát az egyiptomi hercegnőnek a jelenetünkben. Akkor jó, hogy felveszem. Egy réről szóró jelenetben lenne az ő kelléke. Egyiptomi napisten fogja megjeleníteni. Mit tud? Hát ez pedig hát még eléggé készülőben lévő. A lényege egy D-vitamin játszana el, amit a nap
hoz elő, vagy? Napfény. Hát a napfénytől termeli a szervezet igazság szerint, és hát a vírusokat leküzdő erejét próbálja. Ez tud valamit? Tehát hát meg is mutatjuk? Lőni, vagy? Lőni tudna. Lőni tudna, lőni. És akkor lesz jó egy, lesz egy vírusrobot, amit... Ajaj. Technikai gondok. Viszont én tartom Bencének, hogyha úgy van. A humanoid pedig, akkor ő tud táncolni, esetleg azt meg tudjuk mutatni Ági néni, vagy... Ez a humanoid speciál nem táncolna, narrálná a jeleneteket. Aha. Hát ő elmondja, hogy mit láthatunk. Hát ez számomra annyira hihetetlen. Én sokszor az internetet nem tudom elindítani, nemhogy még programozni egy robotot. Hát, nem egy nagy ördöngőség. Hát nekem, nekem a fizikai részével nagyobb gondok vannak. Na, itt legalább látszik, hogy milyen szép varázslatos az élő műsor, mert az előző részben ugye a mikrofon nem ment, most pedig a robotok. Mi van, Ági néni? Hát nem tudok semmit. Hát hoztuk nem. Előre, hogy előre hoztuk most és... már akkor induljon el a narráció, hogy ő is tudjon bemutatkozni a Anna nevű robot, és megpróbálom. Ja, történik valami? Aha. Elindítani. És fel is áll. Én vagyok Anna, a robotlány. Köszöntöm a közönséget. A napfény dicsérete jelenet következik. Az ókori egyiptomiak a napistennőt imádták. Mint teremtőt, részeme a legjobb amulett. A napfény hatása testünkben segít legyőzni a vírusokat. Zseniális. Ági néni meg a fiúk is haragudni fognak rám, meg lehet, hogy ez a kis humanoid is, viszont lassan lejár a műsor ezen részére szánt idő. Én nagyon szépen köszönöm, hogy behozták. Hát Anna még egyszer, ugye? Jó, Anna, igen. Anna, aki bemutatkozott nekünk. És viszont most... Még annyit hagyd mondjak el, hogy ennek a, ugye a szórakoztató műsornak ellen, tehát remek videófelvétel lesz a háttérben. Ja. Zenével együtt, és amikor ő bemond egy jelenetet, akkor ugye az a robot indul el. Amit az előbb a részeme is már megvan, ő orvos lesz háttérben, mint emberi szereplő, és a David Taminos robotját fogja elindítani. Tehát zseniális, szerintem Anna legyen most ebben a pillanatban a búcsúképünk. A következő percekben pedig egy bejátszást láthatnak. Lukovics Imre hairstylist mutatja be az úgynevezett shading technikát, méghozzá a hajfestésben. A szőke mindig is misztikus hajszínnek számított, ártatlanságot is sugallhat azonban sokaknak, leginkább a férfiaknak épp az ellenkezője jut eszükbe, főleg ha például Marilyn Monroe-ra, Madonnára vagy éppen Pamela Andersonra gondolnak. A szőke édes, meleg árnyalatai vagy éppen platina változata is lehet figyelemfelhívó, azonban ne felejtsük el, hogy a szőkítéshez szinte elengedhetetlen az 1800-as évek végén feltalált hidrogénperoxid, sokat árthat hajszálainknak, hajszerkezetünknek, és bizony, ha nem megfelelő anyagokat és festékeket használunk, akár sárgás is lehet szőkének tervezett frizuránk. A nem megfelelő szőkítés nagyon sok problémát okozhat. Roncsolódhat a haj, akkor szerkezetében roncsolódik teljesen, szárazzá válik a kutikuláris rétegek, ezek a külső hajrétegek megsérülnek, ezért gubancolódhat. Reni modellem olyan hajjal érkezett hozzánk, ami egy picit ilyen nagyon, ez a sárgás, nagyon arany árnyalatban volt, és azt beszéltük meg, hogy egy picit ettől szeretne megszabadulni, úgymond még a szőkétől is, és azt a technikát választottuk, ami egy ilyen shading technika, egy ilyen árnyékolás, ami azt jelenti, hogy a tőtől egy picit sötétebb árnyalatot választunk, és a végek fele világosodik, és egy ilyen hangos árnyalat, ezzel pedig el tudjuk tüntetni. Amit használtam, abban különleges, hogy egy ilyen innovatív hajfestéket használunk, és maga ez a technika is olyan technológiát használ, ami ilyen 22 világszabadalom jegyzi ezt a terméket, és abban különbözik a többi hajfestéktől, hogy ammóniamentes, és nincs benne semmilyen káros anyag, tehát allergénizált dolgokat mellőzi, és maga az, hogy olaj alapú a hajfesték,
ami még mélyebb és még természetesebbé és még tápláltabbá tudja tenni a hajat, tehát visszakapja az eredeti természetes haj állagát. Az volt a különlegesebb, hogy nem ez a csak egy pontban, hanem egy picit így elhúzva, úgymond árnyékol, ezzel volt az árnyékolási része, és ezt egy ilyen elhúzásos technikákkal, vagy utána egy picit összedolgozva kézzel úgy lehetett ezt a technikát megvalósítani. Ugyebár én használom a tabot a vendégeim számára, hogy fotókon sokkal jobban meg tudjuk beszélni azt, hogy milyen legyen az az eredmény, amit ő szeretne, hogy jobban, tehát képvilágilag meg tudom ezt jeleníteni számukra. Ezért eleinte René egy kicsit félt attól, hogy nagyon a szőke hajból áthajlunk egy nagyon durva barnába, és akkor meglepődik és megrémülhet ettől. Ezért kezdtünk inkább egy picit egy világosabb árnyalattal, de ezt sok, tehát a tabon is látszott, hogy sokkal kontrasztosabban is lehet ezt a technikát véghez vinni, akár egy egész sötét barnától kezdve, és úgy a vége felé szőkülve a haj rétegeknek. Bárkinek tudom ajánlani, ez többféle színnel is működik, nem csak barnával, hanem akár bármilyen egyéb szín összeállítással is tudjuk komponálni, tehát hogy a sötétből megyünk a világosabb színek felé, és akár lehet egy ilyen sötétebb vörösből a világosabb vörös felé is például. Tehát aki kicsit már unja a hajszínét, meg olyan vendégeknek és olyan embereknek ajánlanám ezt igazán, akinek úgy nem engedi meg az ideje, hogy olyan nagyon gyakran járjon el a fodrászhoz. Maga ez a technika annyiból is jó, hogy egy picit ki lehet vele tolni azt a hajfestési periódust, amit általában egy ilyen 5-6-7, akár ezt egy ilyen 8 hétre is ki tudjuk tolni így. Inkább a saját hajszínünkhöz illő színt válasszunk, vagy esetleg eltérőt is választhatunk? Választhatunk eltérőt is, akár sötétebb, akár világosabb is, de maga az, hogy nincs akkora kontraszt a saját hajszínünk és e között a választott szín között, így kevésbé látszik annak a lenövése. Két nap múlva már december 13-a, azaz Luca napja, amelyhez nagyon sok népszokás, hiedelem tartozik. Erről faggatom vendégemet, Szabó Saroltát, aki a Sóstói Múzeumfalu igazgatója. Szervusz, Saci! Szervusz! Igen, ez valóban így van, hiszen december 13-a Luca nap, az a Gergely-féle naptárreform előtt az évnek a legrövidebb napja volt, és a téli napfordulónak a napja, és tulajdonképpen ezzel függ össze, hogy ehhez a naphoz olyan nagyon sokféle szokás kapcsolódik, és főleg olyan szokások, amelyek a következő évre valamilyen befolyást szeretne az ember gyakorolni, és ilyen szokások, nagyon sok ilyen szokás kapcsolódik a Luca naphoz. De egyébként ez egy ilyen, a magyar néphitben egyrészt ugye a Szent Lucához kapcsolódó szokásokat is ismerik, de inkább a magyar néphitben egy ilyen rontónapnak tartják a Luca napot. Néztem, furcsa dolgokat olvastam, hogy ilyenkor nem szabad kölcsön adni, mert hogy azt mondják, hogy akár boszorkány kézre is kerülhet. Igen. A kölcsön adott dolog. Igen, és ezzel függ össze, hogy a boszorkányjáró napnak is tartották, és hogy a boszorkányok rontása emberre, állatra ilyenkor sokkal erősebb Luca napon, mint úgy egyébként, és ezért ez ellen
védekeznek ez ellen a rontás ellen, és például az állatokat úgy, hogy az istálló ajtaját fokhagymával bekenik, vagy az állatoknak a fejét. De a boszorkányhoz kapcsolódóan ugye ezt nagyon ismerik, vagy nagyon ismert a lucaszéknek a készítése, és azért nyilván lucanapján kezdik el készíteni, és majd a karácsonyi éjféli misére kell elkészülnie. De és hogy a boszorkányokat meglássák, és megtudják, hogy abban az adott közösségben ki a boszorkány, hiszen ha ez egy rontó alak, akkor az ellen valamilyen formában kell védekezni, mert például, hogyha az állatoknak, mondjuk egy szarvasmarhának, a tehénnek a tejét elapasztja, az nagy károkat okozott a család számára. Hogyan ismerhettük fel a boszorkányt amúgy? Volt valami jellegzetesség, a csúnya görbe orra, vagy a fekete ruhája? Nem, mert hogy a boszorkány alakot is válthat, és megjelenhet macska képében is, és például ez a rontás elhárításhoz kapcsolódott, hogy az istálónak az ajtaját nem csak hogy fokhagymával kenték be, hanem hamut szórtak az ajtaja elé, hogyha a boszorkány macska képében jelenik meg, akkor a nyomait észrevegyék. De igazából azért volt arra szükség, mert hogy erre a lucaszékre, hogy ilyenkor a boszorkányoknak az éjféli misén, hogy látszik a szarva, és hogy azok, akik ilyen, tehát hogy a szarvuk is beférjen a templomajtón, ezért tehát így innen lehet megismerni, és ezért volt a lucaszéknek a készítésére. Most a lucaszéket azt vidékenként másként készítették. Ebben a szokásban egy elem az, amelyik állandó az, hogy lucanaptól karácsonyig kell elkészülnie, viszont az, hogy egyfajta fából, vagy többfajta fából, vagy 13 féle fából készítik, ez változó, ez vidékenként változott. De ez a nap munkatilalommal is jár, hiszen ez egy ilyen, például a lucanaphoz kapcsolódik, hogy az állatoknak a termékenységét elősegítsék, és főleg ez a tyúkokra vonatkozott, és hogy azért nem szabad varni, hogy a tyúkoknak ott, ahol a tojást kipottyantja, ne, hogy bevarják, és ezért ez egy ilyen, tehát bizonyos fajta munkákat nem lehet végezni, meg kenyeret sem lehetett ezen a napon sütni. Viszont vannak olyan szokások, amelyek pedig, hogy a jövőre vonatkozóan szeretnének többet megtudni, vagy pedig befolyásolni valamilyen formában, és ilyen például a házassági jósló szokások, ami az eladósorban lévő lányok gyakoroltak. Lucanapon készült a gombóc, amiben fiú neveket raktak bele, és akkor amelyik gombóc, amikor betették a vízbe főni, leghamarabb följött. Csalni lehetett ugyanazt ráírni minden gombócra? Hát lehet, azt is lehetett, igen. Biztos van, akinek ez is eszébe jutott, és abból olyan fiú lesz, vagy olyan nevű fiatalember lesz a párja, vagy pedig kis cédulára neveket írtak föl, és ez is hasonlóan ugyanúgy 13 napon keresztül, tehát 13 nevet a párna alá betették, minden nap kivettek egyet, és amelyik legutoljára maradt, 13-nak, akkor olyan nevű lett a jövendőbelie, vagy kimentek meg éjszaka az udvarra, és akkor meghallgatták, hogy honnan szól először, honnan, melyik irányból hallanak kutyaugatást, vagy kakaskukorékolást, és akkor abból az irányból érkezik a jövendőbeli. De nem csak házassági jósló, hanem a termésre, tehát a következő termésre is próbáltak következtetni. Például ilyen szokás volt a lucabúza készítése, és hogyha az karácsonyig szépen kizöldült, akkor várható, hogy a következő évben jó termés lesz, vagy hogy milyen időjárás lesz a következő évben, azt onnan próbálták kipuhatolni, hogy hagyma kalendáriumot készítettek. Ugye a hagyma az olyan levelekből épül föl rétegesen, és egy hagymát kibontottak, 12 hónap volt 12 hagymahéj, és abba a sót tettek, és ahol a só, amelyik hagymahéjban megolvadt, és amelyik az adott hónapot jelképezte, akkor úgy gondolták, hogy az a hónap esős lesz, tehát akkor úgy kell készülni. De mindez azért volt, mert
ez ma is így van, hogy az időjárást azért nagyon sok mindent tudunk befolyásolni, az időjárás talán kevésbé, és hogy nagyon fontos volt, hogy milyen lesz a következő évi termés, mert mindenkinek magának kellett a kenyérnek való gabonát előállítani, és hát nagyon hogyha... nem volt mindegy, hogy most jó volt-e a termés, vagy nem, kerül-e kenyér az asztalra, vagy nem. Nem. És hogyha valaki lemaradt volna, hogy miről is beszélt Szabó Sarolta, a Sóstói Múzeum falu igazgatója, hát tudja meg, hogy a Luca napról és a Luca napi hiedelmekről, szokásokról. Köszönöm szépen, igazgató asszony, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Önöknek pedig készültünk egy bejátszással. A magyar népművészet remekei, köztük mennyasszonyi kelengyék, gyönyörű ládikók és egy 18. században készült festett ládát is láthatnak azok, akik a Tiszavasvári Vasvári Pál Múzeumban látogatnak. Az ácsolt és festett ládák Palócföldről című vándorkiállítás amúgy az Egri Dobó István Vármúzeumból érkezett a múzeumba, és január közepéig látogatható ott. A Tiszavasvári Múzeumba látogatók az ácsolt, vésett motívumokkal díszített, valamint a festett ládák történetét, lakáskultúrában és a népszokásokban betöltött szerepét, valamint készítés módját is megismerhetik. Néhány elveszett mestereit be is tudjuk itt mutatni, hiszen itt van Kovács Szabolcs például mezőkövesdől, aki még mindig készít ilyen pingált ládákat, tehát beszeretnénk varázsolni ide a látogatókat egy elfeledett folklórhagyományba is, mint ahogy lehet látni a kiállításban, például az ágyvitelt is bemutatjuk, és a mennyasszonyok régi hagyománya is megjelenik. Azaz, hogy annak idején a lányok hogyan is gyűjtöttek kelengyét, és ennek a legjellegzetesebb eleme a kelengyeláda jelenik meg itt ebben a kiállításban. Ez a pingált mennyasszonyi rózsás láda vélhetően Egerben készült az 1860-as években, de ettől régebbi matuzsálem is látható a kiállításon. Ezt a ládát a feljegyzések szerint Sajógömörben használta a Holló család. Nagyon különleges tárgyak érkeztek hozzánk Egerből. Egy 18. századi kelengye láda szerepel a tárlatnak a középpontjában, amelynek különböző pingált részeit le is tudták vezetni a néprajzkutatók, hogy milyen festett templomok kazettáihoz hasonlítható. Úgyhogy itt megjelennek a festett templomok is. Ugye a mi megyénk is híres arról, főleg a Beregi-Szatmári vidék, hogy kazettás mennyezetű templomok vannak. Nem volt ez másképpen Észak-Magyarországon sem, és ez megjelenik a paraszti kultúrában is, a kelengyeládában is. A magyar népművészet remekeit, valamint a pingált bababútorokat január közepéig láthatják az érdeklődők Tiszavasváriban. Elszakítva címmel jelent meg november végén Kovács Judit nyíregyházi író második regénye, melynek bemutatóját a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban tartották. A szerzővel Onder Csaba irodalomtörténész beszélgetett, a regényből pedig Rák Zoltán színművész olvasott fel részleteket. Viraszkó Szilvia összefoglalója következik most itt a Weekendben. Az előző könyvvel itt a környéken játszódik, ez pedig egy kicsikét távolabbi helyszínen. Hová helyezted ezt a regényt? A felvidékre. A felvidéken belül is két fontos helyszín van. Az egyik Kassa és Kassa környéki falvak. Az a felvidéknek déli sávja, amely 1938-ban a visszacsatoláskor az anyaországhoz visszatért. A másik nagyon-nagyon fontos helyszín az északi rész, Lőcse, Kézsmák, a Kézsmák környéki falvak, amely ugye a Trianon után végig kisebbségi létben maradtak a magyarok, és az északi sávon belül is a szepesség. A szepesség egy fantasztikus rész a felvidéken belül is. A szepesség az, ahol három nemzet a 20. századig békében élt egymás mellett. Tehát a német, cipszereknek mondjuk őket, a magyar és a szlovák. Egészen a 20. századig ez az a vidéke az országnak mondhatom, ahol semmilyen nemzetiségi villongásuk és feszültségek nem igazán jellemzőek eddig, ahol három nyelven beszél mindenki, ahol a lőcsei polgármester felesége színpadán, Probstner Apollóniának hívják őt, a német és a magyar darabok mellett Halupka szlovák színművét is bemutatják, és 1860-as években vagyunk. Ez a szepesség számomra annyira varázslatos, hogy arra gondolok, hogy unió nélkül is a 20. század előtti évszázadok során
megvalósult ott az a békés egymás mellett élés, amelyre szerintem azóta is vágyunk és vágyakozunk utána. Mennyi kutató munkát igényelt, hogy megszülessen ez a legény? Sokat, de ez főképpen azért volt, mert hogy beletemetkeztem a forrásokba, egyszerűen nem tudtam szabadulni. Még olvastam, hallgattam. Emlékpontok című, vagy nevű audiovizuális archívum. 3200 interjút tartalmaz, keresőszavakkal lehet kalandozni benne, és az ember beszippantja. Újból és újból egy másikat is szeretne megnézni, meghallgatni, és ők szemtanúk, akik mindenféle traumatikus eseményekről, nagy történelmi eseményekről szemtanúként beszélnek. Volt most alkalmad arra, hogy élő szemtanúval beszélges, vagy csak a forrásokra hagyatkoztál? Az élő szemtanúk gyakorlatilag az én családom. A férjem egy tőzsgyökeres felvidéki családból származik. Több száz évre visszamenőleg ott éltek a felmenők, az említett helyszíneken, tehát Lőcse, Kézsmák és Kassa környéke. És még most is vannak ugye a családban, nagyon idősek már, 80 év fölött, de ott van egy Anna néni, egy Miki bácsi, az egyik Poprádon, a másik Kassán, és hát a család elszenvedte azt, amiről a regény is szól, a Benes dekrétumok jogfosztása, ennek következményei, a kollektív bűnösség ennek következményei, és ők azok a hétköznapi emberek, aki bárki lehet, ugyanezeket élte volna át, ha abban a korban születik. Tehát azok a traumák, amelyet csak azért kell elszenvedni valakinek, mert ő magyarnak született, vagy németnek született. Kovács Judit, városunk írója, ez a második regénye. Én úgy látom, hogy ez mintha egy sorozat része lenne, hiszen a Megtagadva című regénye, ami 3 évvel ezelőtt jelent meg a Magvető kiadónál, az elmúlt évtizedek, pontosabban a háború utáni időszakot járta körül. Ez az új regénye, az Elszakítva, marad szintén a történelmi kérdéseknél, de nem Nyíregyháza és környéke a fő téma, hanem a felvidék, a felvidéki magyarok sorsa az a második világháború után. Én úgy gondolom, hogy Kovács Judit egy figyelemre méltó regényt alkotott, egy olyan témáról, egy olyan történetről, egy olyan családról, amelyről nagyon keveset tudunk, amelyet a szépirodalom, a magyar szépirodalom alig-alig ábrázolt az elmúlt évtizedekben. Úgyhogy én ezért tudom ajánlani az olvasóknak Kovács Judit második regényét. Zárul a víkend, legalábbis mára. Egy kis programajánlót azért készítettünk így a műsor végére. A Ród zenekar december 12-én, azaz holnap szombaton tartja nyíregyházi lemez bemutató koncertjét az egyik belvárosi szórakozó helyen. December 13-án pedig az Állatbarát Alapítványnál tartják az állatok karácsonyát. Ilyenkor finom falatokkal, játékokkal, vagy éppen csak nagy-nagy sétákkal kedveskednek ott az ebeknek, vagy éppen macskáknak. Ha tehetik, akkor látogassanak ki. Még egyszer december 13-án az Állatbarát Alapítványhoz. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket munkatársaim nevében is. Egy hét múlva találkozunk a viszontlátásra.